Na sziasztok és üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a következő GTA 5 RP videóban, és most azért nem azt mondom, hogy Nerdwise, mert nem ott vagyunk. Hiszen ha megnézzük kellemesen, nagyon ügyesen a bal felső sarkot, akkor látjuk, hogy Tetya RP. És ez azt jelenti, hogy mostantól legalábbis megpróbálunk innen nektek hozni RP videókat és RP live-okat, ami volt a tegnap is RP live, szóval azokat meg lehet tekinteni nyugodtan. Jó kis szerver, sokan vannak rajta, szóval most ide átjöttünk, és majd itt is fognak történni a dolgok. Tehát Green James innentől kezdve itt fog élni, de nem azt mondtam, hogy a Nerdwise nem fog felmenni soha többet, hiszen valószínűleg azért néha felfogni szeretnék azért úgy felnézni most, hogy azóta mi alakult, picit körbenézni még, de a Nerdwise az már ennyi, szerintem. Tehát most már Tetya RP lesz, ez valószínű. Ez a valószínű, szóval az első célunk, most nincs velünk Zsolti, mert nincs itt hol, de mi attól még tegnap kerestünk egy kis pénzt, szóval azt el kellene költenünk, amit megnézzük, mennyi van a bankba, azt mondja, hogy 227.750, ami amúgy nem sok a szerveren, tehát ez nem sok pénz, és mi lemegyünk az autókerbe, és veszünk autót lehet, de mindenképpen megnézzük, hogy mik vannak, mert vagány kis autókatalógusok van. Itt is ki lehet próbálni ugyanúgy az autókat $500 ellenében, szóval itt is vannak ilyen dolgok. Eddig sokat nem láttam a szerverből, igazából próbáltam a favágó munkát, meg a hentest. A hentes annyi, hogy nagyon hosszú, de jól fizet. A favágó meg nem annyira hosszú, de nyilván nem fizet olyan jól, tehát ez most idejében lesz, le kellene mérni, tehát úgy, hogy már mind a kettőt próbáltam, tudom, hogy mit, hogy kell, így ezt idejében le lehetne mérni, hogy melyik a jobb, de lehet, hogy még fogunk nyomni majd azt is, egy kis favágó melót, hát itt elegánsan átmegyünk az úton, most ugye vasárnap dél van, vagyis már lassan 1 óra lesz, 12:30, az a lényeg, mert ott hiába ér 11 óra 27, tehát nem annyi van, tehát 1 órával előrébb vagyok. Szóval bevágódunk gyors az autókerbe, megnézzük valamit, nem tudom, írjátok meg kommentbe, ti játszatok ezen a szerveren-e. Nekem eddig bajom nincs vele, nem volt még vele probléma, voltak rajta rendesen, valamivel többen szoktak lenni, mint a Nerdwise-on. Ahogy így megfigyeltem, bár még nem sokat voltam rajta, eddig nagy bajom nem volt a szerverre, hogy bugok meg ilyen problémák. Azok még eddig nem akadtak, szóval, ja. Na, gyorsan bevágódunk. Nincs. Bevágódunk idené. És átnyálazzuk az autókatalógust. Na most. Vannak nekünk, ha bejöztük ide az autókertbe, különböző pontok, tehát van. Összes kategória, kis teljesítményű autók, kocsik, luxusautók, motorok, sportautók, terepautók, prémium gépjárművek, kerékpár és prémium plusz gépjárművek. Na kezdjük a prémium plusz gépjárművel. Ebből találunk a szerveren 2 darabot. Egy Dodge Charger SRT Plus-t és egy Audi RS6. Nem tudom, mit akarom tovább mondani, de ezt találjuk. Ezek prémium pontosok, amiket te tudsz igazi, valós pénzért megvásárolni, ezt mi nem fogjuk. Nézzük a kerékpárokat, nézzük 3000 egy BMX, azért az odavág. És itt vannak tri-bike, meg minden finomság, nem ezt fogunk venni, de azért jó pár ezeres. Prémium gépjárművek, ezek szintúl prémium pontosok, csak nem annyira drágák, mint a prémium plusz gépjárművek. Harley Davidson. Van itt egy ilyen quad-szerűség, egy S500-as, gyönyörű szép merci, és van, aminek azért nincs képe, vagy nem működik, szóval ezt el kell nézni a szervernek. De ez legyen a legnagyobb bajunk szerintem. 17-es oldal számmal rendelkezünk. Szóval itt ezek prémiumok, annyira ez minket nem érint, szóval nem fogom itt felsorolni, mik vannak, csak hogy nézzétek meg. Ennyi van, nem hiába minden lentében, ennyi van. Lehetne teszt vezetni, de nem fogjuk. Max kipróbálunk egy-két járművet. Az esetleg az meg lehet. Ami úgy bejön nekünk. Így bizony, vannak motorok, autók, tehát
Ezek mind prémium pontos járművek. Audi-tól BMW-ig minden. Az mi ottan. Aztán láttuk, jó. Koenigsegg, Agera, vagy Jesko, vagy az Isten tudja, hogy mi a neve, tehát rengeteg féle Lamborghini-től BMW-ig, Maserati, Toyota, Lamborghini-k, még több Audi-k, Mercedes, Porsche, Lamborghini, minden van, tehát Ferrari, ami kell. És hogy most mennyik a prémium pontok, fogalmam nincs, tehát azt hiába kérdezitek, azt nem tudom, hogy mennyi. Majd lehet kipróbálunk egy-két járművet. Na nézzük, terepautók. Ezek már valós pénzért, játékbeli pénzért megvásárolható autók. Vannak itten vapidok is, vannak nem modolt autók, vannak modos autók, alap GTA-s autókat is láttam, de inkább az modos autók vannak. Gyönyörű szépen. Az itt vannak 22,5 millióért, és nyilván az nem mi kategóriánk. Itt vannak itt azért nagyon szép autók. Sportautóknál ez a mindjárt jobb lesz. Tehát itt azért látható ilyen alfa, tehát ezek vannak itt sima GTA-s autók is, amik elég olcsók, tehát 10-15 ezer dollár is autó, tehát. De azért vannak, inkább az imódosak vannak nyilván, de van egy pár alap. Vannak Golfok, Audi, Chevrolet is van a játékban, Mercedes E63. 800 ezerért. Meg lehet keresni az árát annyit, tehát jó, nyilván nem az alapmunkák keresnek a legjobban a szerveren, tehát alapmunkával, amire összeszednék például 10 milliót, azért az nem lenne olyan könnyű. De azért azok nem fogom mindet felsorolni, mert rengeteg autó van, tehát több autó van, mint a Worldwide-on, ez egyértelmű. Ez nekem tetszik amúgy, ez tetszik, hogy több autó van, nyilván vannak nagyon drágák. Nem tudom, hogy a frakciók szerelő, rendőr, mentő, illegálok, hogy mennyit fizetnek. De azért vannak olcsóbb autók is, tehát szép autó, olcsó autó is van azért a szerveren. De vannak itt nagyon-nagyon több milliós autók is. Ami tetszik, hogy így sorrendben vannak rakva, tudsz állítani magadnak itt minimum, maximum árat, amit keresel, tehát nem muszáj neked ezt végignyálazzad. Motorok az annyira engem nem érdekel, de az is van. Vannak quadok, vannak terepmotorok. Azt is tudnánk most venni akár egy, még egy ilyet. Egy FCR tudnánk venni, vagy egy Nightblade-et. Vagy a KTM-ek, nem az mondjuk vagány, Harley Davidson, Fatboy. Vannak itt azért Road King, Harley Davidson, Honda is van. És BMW, hát ez biztos 44, egy kurva jó lehet. Elnézést a torok göröszölésért, az csak úgy jön. Luxus autók. Nyilván én nem ebbe a kategóriába kellene nézeges, nem, de azért itt van egy Packard Standardite. Ez még vagány. Amúgy ez vagány megjelenése van. Ez amúgy vagány, ezt meg tudnánk venni, de nyilván nem hiszem, hogy ezt venném meg, de amúgy fán lenne. Mercury, Cadillac, Lincoln, Mercedes-Benz 220S, az igen. Vannak itt azért gyönyörű, ezek ilyen jó megjelenésű autók, luxus autók. Majd lehet egyet-kettőt kipróbálunk, egy-két autót így szúró próbaszerűen. Ha már itt eljöttünk megnézni, de valószínűleg én most fogok is venni autót. Nem csak nézünk, kocsik. Itt van 10 és kis teljesít, akkor jó, menjünk a kocsikra. Club GTR, ez ugye nincs, úgy látom. Jó, ez olyan golfnak néz ki egyértelműen. A lakókocsit is lehet venni. Caprist, Sedant is lehet venni, vagont is lehet venni belőle, Opel Corzát is lehet venni. Nyilván már nem ilyet fogok venni, tehát nem egy Corzát fogok venni, mert már picit több pénzt összeszedtem. Bár nem dolgoztam annyira sokat azért, tehát tegnapi live, ami ott volt a munkának, kb. És így ennyi. Suzuki Swift is van.
Polo, újabb Corsa, ami még magány, Mitsubishi, ez még szép autó. Vannak itt azért szépségek. De én ezt néztem amúgy ki, hogy szinte ezt a Mercedes-Benz CLS 500-at, ezt már kipróbáltam, tesztvezettem. Nem volt olyan rossz, de nem biztos, hogy ezt veszem. Azért az Audi 100 kupés azért az is vagány, és meg tudnánk venni köbben azt hiszem. Akkor lenulláznám magunkat, szóval lehet nem vesszük meg. Vagy nézegetek még, hogy milyen autók vannak, ami érdekelhet. Hogy inkább arra gyűjtsek. De annyira nem. Nem nagyon vannak olyanok. Már drágábbak akarom mondani, tehát nem ilyen fél millió 600 ezer, vagy valami, hogy akkor kigyűjteném, hogy akkor ne költsem el a pénzem. Szóval valószínűleg maradunk annál. Kis Clio-s 7,5 millió, azt a kurva. Érdekes, amúgy az árazások elég érdekesek, random. Tehát az a Merci, nem értem, hogy miért csak annyi. Na, Chevrolet Impala, ha jó öreg isti sorozatokból ismerjük. Volkswagen Golf GTI. 5-ös Golf, Mini Cooper. És így kb. Ennyit, amit még se tudnám megvenni, csak a Golfot, de hát azt nem vesszük. Seat Ibiza. MG Roadster, mondjuk az vagány lehet. Vannak itt azért szép autók. Vannak, csak árak is vannak, az a helyzet. Na ez a Renault Zoe e-Sport és 6,9. Tehát mi a fasz? Mi a fasz kerül a banyba? Meg ez a Suzuki Gateway 5,9. Hát nem hiszem el, milyen árak tudnak lenni. Hát azért vannak árak, ne haragudj meg. Amit ki fogunk próbálni, az ez. Esküszöm, ezt kipróbálom. Azt nézd meg. Kipróbálunk két-három autót, mert van nálam egy kis kipróbálunk egy pár autót. Kapunk 120 másodpercig tudjuk nyomatni, tehát 2 darab percet tudunk velük menni. Hát ez brutális. Ez brutális. Azért a fake, azért az a fake táv. Tehát ott végig nyomtam a fake-et. Nagyon, ez mondjuk nagyon jó modellje. Nem tudom, hogy megy ez így, hogy ezen nem állsz meg, nézzük, egy 100-nál fékezzünk. Fék, megy a fék. Ennyi a fék, tehát ezzel, ha bármi van, ezzel nem fogsz megállni. Na nézzünk egy nulláról százat, tehát most így fog számolni. Nem, ott látom, 70-től indulunk. Gyerünk, 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 baba. Jó, meg volt, ezt egy kb. 5,5-6 másodperc. Amúgy brutál ez az autó, gyerekek, tehát azt figyeld, milyen driftet vágtunk. Hát nyilván ekkora kerekekkel, tehát az annyi, mint a markom, vagy na, hogy mondjam, olyan vastag. Szóval nem egy brutális magasság, vagy magasság, vastagság. Adios Airlines, az igen. Megnéztem a repülőket. Mindjárt lejár a tesztvezetésünk. Nem, azt hiszem nem össze tudjuk törni. De. Wow, mit akarsz? A kurva vagány, tehát. Hopp, nem ezt akartam. Hát ennyi a lámpa. Kis vagány azért. Jó, ez brutális, tehát hogy ilyet vennék így. Ezzel lehet vagányokat erpézni. De brutálisan drága. Na hát köszönjünk el a kicsitől. Ha, azt a dudát. Ű, ez brutál volt. Ez brutális. Na nézzünk mondjuk egy valamilyen prémium gépjárművet, amire még kíváncsi lehetnék. Mondjuk akkor valami jó drágát. Ez jó is lesz szerintem. Gyönyörű szín. Na nézzük meg. Azért ennek jó színe van. Ez igen, basz. Ez nem lada, gyerekek. Ez nem lada.
Nem tudom van a torkommal, nem fáj amúgy, meg semmi. Azért ebben van fék. Ebbe kurva jó a fék. Nem csúnya verda. Nem csúnya verda, hopp, az nem ugrató. Ugratunk egyet. Veszi a kanyart szépen amúgy, hát ezzel lehet menekülgetni a rendőrbácsik elől. Ezzel lehet menni. Hoppá. Azt hittem, hogy fel fogunk ugratni, de nem. De már lát, vissza is kaptam egy másfél tesztvezetést. Szóval amúgy megérde is tökre. Hát ez megy ez a Verda azért, a kis M4-es. Igen. M4-en pakett. Minden van ebben, ami kell. Hoppá. Driftelni is tudunk. Hát ez baba. Ez baba, akinek van pénze, meg játszik a szerveren. Nem tudom mennyi a HP-on, de egy ilyet érdemes beszerezni. Vagy ha olyan gazdag vagy, akkor venni playertől. Tehát ez... az brutális. Ja, most összetörtük, de amúgy meg szép a modellje is, tehát megnézzük. Elég szép a modellje. Belül nem is néztük. Azt megbántam, Fordot nem nézte meg belül. Ha vagány. Jó, ki van dolgozva a belső is. Jó. Jó, nézzünk egy kis teljesítményű autót, még hozzá. Nézzük meg akkor ezt a Zoe-t. Erre tökre kíváncsi vagyok. Ugye ez elektromos, nézzük meg belül. Hát ez semmi, belső, de nem baj. Azt a kurva. Tehát ebben nem tudom, hogy ezt tankolni, gondolom ennek lehet az az elénye, ez abszolút nem kell tankolni, meg gondolom nincs elektromos töltőállomás. Azért ez a hang, hogy nincs hang. Hát 156-tal megy. Azért annyira nem gyorsul a legjobban. Jó, nem rossz azért a gyorsulása, de... nem áll jó szere, nézzük menjünk, nézzünk egy gyorsulást. 80-nál indulunk. Jó, megvolt, hát 4 körül, 3 is fél. 4 másodperc alatt megy 100-ra, nem rossz. De ennyi a vége, tehát így alapon nyilván azt gondolom lehet tuningolni. Nem tudom, az elektromos autót lehet-e tuningolni, vagy nem. Ott veszi a kanyarokat. Hát nyilván nem ezt fogjátok megvenni szerintem. Alapdura. Na, kipróbáljuk, mert magány. Egy-két autót még kipróbálok, és... legyen kettő, mondjuk valami random akarok próbálni. Még egy izom autót fogunk kipróbálni. Na, még egy valamit. Egy valamit, és akkor szerintem a Mercit megveszem, mert megveszem. Kell egy autó, amivel mászkáljak. Nem rossz ez a Zoe, de... most te mit akarsz, két személyes? Nem az igazi. Ez egy városi autónak első osztály, de nyilván itt az LP-ben csak benn vagy a városba. Ez a valóság. Szóval ha azt nézzük, akkor pedig az jó, meg lehet fogni azért. Kimegyünk egy kis murvára. Hát ennyi volt a murva. Na nézzünk akkor mondjuk egy... hú, ezt is kipróbálnám azért, az ilyen klasszikusokat. Nézzünk mondjuk egy, hát egy Ford Mustangot, nézzünk meg. Belseje van, szép. Jól néz ki a belseje, hát ez egy jól ismert Mustang szerintem. Motor az jön azért. Fék is jó benne, elég jó. Boop.
15 perc múlva újraindul a szerver. Az mondjuk jó. Akkor addig megvesszük a járművünket. 15 perc alatt megvesszük simán. Úgyis még egy járművet fog kipróbálni, tehát maximum. És ha szeretnétek, akár csináltunk egy olyan videót, hogy kipróbáljuk a szerven lévő összes járművet, mink az jó sok pénzbe fog fájni, de akár meg lehet egy ilyet is oldani. Hogy az összes boltban kapható motorbiciklitől, BMX-től kezdve mindent egy akár live-ban kipróbálunk így tesztvezetés alapján, de ezt most nem most, hanem záros időhatáron belül nyilván. Hát szerintem amúgy ez lesz az utolsó kocsi, amit kipróbálunk, amúgy megy. Tehát nekem ez tetszik, egy ilyen Mustangot elfogadnék. És megvesszük a Mercit, veszünk kaját, piát, mert az nem nagyon van. Nem, hogy nem nagyon van, abszolút nincs, és elköszönök majd tőletek. Mert telik az idő a videóban is, amúgy elég jól, szóval nem kell félni. Ez csak kézifake, tehát így megfogja a kézifake is egy autót, nem kell félni. Hogy ugrik az eleje, hogy felült. Vagány, szép, nagyon gyönyörű autók. Nekem nagyon tetszik, tehát jól néz ki egyszerűen, mert nincs mit mondani. Jó, és akkor ugyanaz, azt ugyanilyen autók vannak ott is. És akkor szerintem, ha nem szeretnék korzát meg ilyesmit venni, se Fordot. Még amúgy ez vagányul néz ki, nem néz ki rosszul. Azt fogom megvenni. Amúgy. Amúgy itt egy automata nincs. Már nincs a szopás. Nem úgy néz ki, mintha lenne. Megnézzük, hogy kártyával lehet fizetni, nyilván nem lehet majd. Ez annyira egyértelmű, hogy az nem igaz. Kocsik. Vásárlás. Nincs elég pénzed. Jó, itt egy... Ja, itt az automata, vak vagyok. Vak vagyok. Ez mondjuk tetszik, itt van egy automata. Nem kell szaladgálnod. Pénz kivétel, veszünk ki 200 ezret. Jóvá hagyjuk. És már a kezünkben is van. Azért vannak kocsik, ott az mindjárt törik. Kocsikák. Ne szopass, hogy egy ezres. Ahú, ne csináld már. Ne. 300 ilyen tudom megvenni. Akkor még egyszer, újra tervezés. Na gyerünk, olvasd be a kártyát, csapjuk le a pénzt, meg menjünk, iszunk, veszünk, mert az is kell, bár nem sokat fog, mert nincs sok pénzem. Pénzkivétel. Egy ezerest kiveszünk még. Jóváhagyás. Befejezés tökéletes. Kocsik. És akkor... Túlmentünk. Azért voltak verdák, ott voltak verdák. Az asztava, az meg 550 ezer. Mi az? Ez a merci meg 225 ezer. Tehát nonsense, az érdekes árak vannak. Megvesszük. Azt ilyen szintbe is kapjuk. De megy a verdánk, de megy a verdánk. QPC, QPC, már nem UPC lett. QPC, 756. 756. Nézzük meg belül, mert nem néztem, de tesztvezetni már voltam. A haveromnak volt egy ilyenje. Ez mi a faszt akar? Hello. Jó napot. El tudsz venni engem egy publiki? Na persze, pattanj be. Itt is lesz előttünk.
Vigyázz a trafóban. Jaja, nem kell büntetés. Este 60 alatt mennyi. Igen, ah, mindegy. A gyűjtjük egy pár számlát, azért legyen. Az igen. Ott megjöttünk. Elegánsan. Ó, oh, köszi szépen. Hello. Na, meg is húztuk a Verdát. Hát még ezeket a fékezés, meg ezt a váltot meg kell szokjon. Teljesen más, mint a Nerdwise-on. De amúgy jó a Verda. Hát picit oda basztuk. Jó, belefér, ma megszereltetjük. Kaptunk 10 000-et, hát a már jó. Az már jó, de el is költjük szerintem, mert veszünk a ezt. Amit pedig onnan fogunk. Még meg kell szokni itt az irányítás, gyerekek, mert más, mint a Nerdwise-on. Vagy legalábbis más, mint a Ladáé. Jó, menjünk oda le. Nem rossz ez a kis Mercy. Itt nem tudom még a tempomat. Ez a rádió. Jó, megvan a tempomat. Nem tudom, 50-es gondolom itt a tábla. Itt annyi, hogy a számlákat nem vonja le egyből, hanem és tudom, hogy hol kell megnézni. Itt vannak a számláink. Ezek vannak, és 500 000-ig gyűlhet össze. Onnantól börtön jár érte elvileg. Itt most nyomhatjuk neki amúgy. Itt onnantól böri jár érte, ha több összegyűlik. És 15 napon belül levonja, vagy 15 nap levonja, tehát úgy kell felkészülni, hogy nem nagyon kell számlákat gyűjtögetni, és na, hagyjuk ezt a boltot, menjünk ide. Ezt majdnem meghúztuk meg én, de azt még kikerültük. Jó, meg kell szokni tényleg ezt az autót. Jó, ubulla zárjuk. Megjöttünk ide. Szépen, és veszünk. Ú, jó drága itt minden. Ez drága volt, te. Mindegy, veszünk gyümölcslét, meg hamburgert kívánok venni. Mennyi pénz van nálam? Mindegy, veszünk akkor 3 darabot. Meg 3 darabot, annyit csak tudunk támenni. Mennyi pénz volt nálam? Még van kevéske. Használ, használ. Ami zavaró, hogy például ezek a kaják is lófaszt visznek fel, tehát nézzétek. 10%. 10% se. Nem volt annyi se. A gyümölcs sem, mondjuk ezen a felvisz az a faszom 10%-okat kb. Mondjuk ez nem túl barátságos nekem, itt nagyon sok kaját kell vigyél magaddal, úgymond. Pénzkivételt veszünk ki 15 000-et. Mert kell venni még kajeszt. És utána mondjuk ez drága, tehát van azért 700 is lehet kaját kapni, de már bejöttem ide, akkor ma innen veszek. Négyet, négyet. Annyit tudunk venni, nem? Mennyi van még nálam? Jó, az maradjon. Hozzabáljunk fel mindent. Gyümilé. Kaja. Gyümilé. Azt meg is isszuk, meg is esszük. Mondjuk rengeteget eszünk, baszki, azért az kicsit sok nekem. Akkor még veszünk. Hát ez van. Vegyünk egyet-egyet. Legyen. Ha nagy baj lenne, ubóllal kinyitjuk. Kell majd dolgoznunk, mert most gyakorlatilag szinte nullán vagyunk. És az nem túl jó. Meg kell szokni az irányítását, de nem rossz amúgy ez a kis Merc, és érthetetlen, hogy ez hasztava bazd meg. 5,50, ez a Merc meg 2,25, tehát. Na mindegy. Na mindegy. Ú, bazd meg, azt hittem, hogy ezt elkapjuk. Aha, kezdő vagyok azért, de biztos megállítottak volna. A faszom, merjen bele, nem igaz.
Azt verjem bele, hát hihetetlen. Begyűjtünk itt annyi számlát, hogy az is hihetetlen. Na jó, ezzel meg vagyunk. És tőletek akkor elbúcsúzok, csak megnézzük, hogy milyen számlákat szedtünk össze. És a következő videóban találkozunk. Addig is nagy pacsi nektek. És írjátok meg kommentben, mennyire tetszik a szerver, mennyire tetszett a videó, és mit szeretnétek látni még belőle, de lesznek tartalmak, live-ok, és stb. Stb. Szóval a következő videóig, sziasztok!